Az egyéves Szilva szerencsésnek mondhatja magát. Csupán másfél hónapot töltött az Askamen helyén, és gazdára is talált. Sokkal hálásabbak. Talán érzik az utolsó esélyt, és őket nagyon lehet szeretni. És igazi jellemek, tulajdonságok, tehát nem lehet összehasonlítani a fajta tiszta kutyákkal, én úgy gondolom. A rendeletváltozás miszerint kötelező csippel ellátni a négylábúakat, nagyban segíteni a menhelyek munkáját, ha nem csak a csipezés maga történe meg, hanem a regisztrálás is. Bár a rendszer még nem működik gördülékenyen, így az elkoborolt állatok vagy visszajutnak gazdáikhoz, vagy újra lelnek. 2012-ben több száz kutya került ki a homoksori menhelyről. 642 kutyát sikerült örökbe adnunk, ha viszont azt nézem, hogy mennyi kóborkutya kerül ki az utóbbi időkben az utcára, akkor azt mondom, hogy október óta egy folyamatos romlást látunk. Egyre több kutyát kell megfognunk az utcán, és egyre több kutyát raknak ki, illetve keresnek meg minket, hogy szeretnék menthelyre juttatni az állatokat. A Herosz Takarodó úti létesítménye 840 örökbefogadással büszkélkedhet. A nevelési és egyéb programjuknak köszönhetően tavaly 8000 látogatót fogadtak. Szeretnének újdonságokat is megvalósítani, ám támogatók nélkül nem boldogulnak. Az anyagiakat tekintve veszteségesek voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy az előző évről volt némi tartalékunk, és hozzá kellett ehhez nyúlni. Vagyis kevesebb bevételt tudtunk realizálni, mint amennyire szükségünk volt. Ez elsősorban az áltegészségügyi költségek növekedése miatt, illetve a rezsiköltségek növekedése miatt következett be. De hát reméljük, hogy az idei év az jobb lesz, ugye optimisták vagyunk. Aki segíteni szeretne a menhelyeknek, adójának 1%-os felajánlásával is megteheti, de feleslegessé vált takarókat, ruhaneműket és egyéb adományokat is szívesen fogadnak a szervezetek a menhelyi állatok megsegítése érdekében.